Két napos gyakorlatot szervezett a Belügyminisztérium, amelyen a katasztrófavédelmi rendszer felkészültségét tesztelték egy erős földrengés esetén. A kormányfő szerint az a cél, hogy megnézzék, hol szükséges javítani a rendszeren. Ezt a képzeletbeli épületet hetes erősségű földrengés rázta, tűzütött ki, a romok alul kiszabadított sebesülteket pedig el kell látni. A műveleteket a katasztrófavédelem központjából hangolják össze. A gyakorlatról előzőleg mindössze három személy tudott, mondta Eldácsián Csolos miniszterelnök, ezt azonban ne tekintse senki kommunikációs hiányosságnak, tette hozzá, hiszen egy esetleges földrengés sem jelentkezik belőtte, be és a hatóságoknak azonnal kell reagálni. A lényeg nem az, hogy azt bizonygassuk, hogy mennyire jól fel vannak készülve ezek az intézmények, nem a sürgősségi helyzetek felügyelőségének vagy más intézményeknek a fényezése a lényeg. Pontosan az a célkitűzés, hogy valós helyzetekből levonjuk a tanulságokat, hogy ilyen helyzetekben hol vannak a gyenge pontok. A belügyminisztériumnak két hete van arra, hogy alaposan kielemezze a bevetésben résztvevő struktúrák reakcióképességét, és javításokat javasoljon ott, ahol a katasztrófavédelem gépezeten nem működött a legolajozottabban.